Én gyakorlatilag mindent ennek a zenekarnak köszönhetek. Ez ugyanolyan, mint egy párkapcsolat, vagy talán még nehezebb is, mert nem egy emberrel kell kompromisszumokat kötned, hanem öttel. Nagyon nehéz belőle így egy-egy úrni, de közben pont kiegészítjük egymást. Nekem ezt a Ligeti Gyuri egyszer leképezte, hogy ő hogyan látja. Ő azt mondta, hogy a Szaja meg te vagytok az agy meg a lélek, az Ádám meg a Barbi meg a Máté a test, és én vagyok a szív. Úgy ezt mondta. Ez egy egész jó definíció. Hallom az esőt, és látom a havat, de tudom, hogy valahol. Elég organikusan működik nálunk ez az egész, hogy nem az van, hogy leülünk, és akkor jó, most akkor egy rádiós lágert fogunk csinálni, és akkor az így meg úgy fog befutni, hanem már majdnem 10 éve csak írjuk a számokat, olyan zenét, olyan dalokat, amiket mi szeretünk, vagy amiket mi szeretnénk hallgatni, és nem is volt az soha, hogy így berobbantunk a köztudatba, vagy ilyesmi. Nekem a legnagyobb kihívás az, hogy megfeleljek magamnak a zenekaron belül, mind emberileg, mind zeneileg. Ezért is tanulom még mindig 31 éves fejjel a zenét, mert én nekem az a legjobb kívás, hogy szeretnék olyan zenét írni, amilyet csak akarok, és nem pedig az, amilyet tudok. Legszélesebb univerzumig széttágítani a fülemet, a hangokat, a zenét, és így mindent, ami erről így érzek, meg gondolok. Egy a ritmus. Amikor először elkezdtem szöveget írni, az angolul volt, de akkor még 16 éves voltam, és a Bob Dylan volt a kedvencem, és azt hittem, hogy nekem sincs hangom, úgyhogy belőlem is lehet még Bob Dylan. Aztán nyilván gyorsan kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű, és jött a Blaha, és véletlenül írtam egy magyar szöveget, mondta, hogy tényleg véletlenül, de az biztos, hogy én a magyar szövegírásba így nőttem bele, hogy tudom, hogy nem én fogom előadni, hanem Barbie, ezért én azt nem tudom, hogy milyen magamnak írni például, mert én elbújhatok a gitár mögé, ugye, és ő végzi a piszkos munkát élőben. '16-os Volt Fesztiválon éreztem először azt, hogy na, valami ilyesmi ez a frontemberség. Ez egy 6 év telt el, úgyhogy mi 2014-től aktívan fesztiválozó zenekar lettünk. Ez egy nehéz dolog volt, nekem ez nem jött így. Meg kellett élni egy csomó dolgot, meg kellett érni ahhoz, hogy egyrészt merjek beszélni, meg hogy rájöjjek arra, hogy mivé szeretnék én válni, és akkor ezen az úton milyen tapasztalatokat gyűjtök, és ezeket hogyan adom vissza az embereknek. Régen mindig azt éreztük, amikor ugye egy színpadra megyünk, vagy régen, tehát mondjuk így félúton, hogy így kvázi egy zenész így ünnepelteti magát, mert hogy te a színpadon vagy, és akkor ez nekem de jó. De hogy most már szerintem sokkal inkább tekintünk úgy rá, hogy szeretnénk a színpadon a lehető legjobbat nyújtani a közönségnek. Vagy én magamon, én ezt érzem, én Andris, rajtad is egy csomószor ezt látom, hogy régen így örültünk, és akkor így tényleg ez így ünnepelteti magát a zenész, most meg már az van, hogy nagyon szeretnék nekik egy baromi jó élményt okozni. Ez az elmúlt bő másfél év, amit a Covid hozott, vagy okozott, ennyire szenzitív ember is eléggé megviseli, de hogy közben ugye alkot is, meg a gondolataival él együtt, és ezt aztán albumba önti pont egy olyan időszakban, ahol még be vagyunk zárva, azt szerintem ez egy tök érdekes végeredményt produkált. Te is túl jól ismered a millió. Még az előző lemeznél Ligeti Gyuri volt a producerünk, egyébként az új lemeznél is 2 dalt, vagy 3-at elkezdtünk vele megcsinálni, de azt éreztük, hogy valami nem stimmel, és hogy ez nem a Gyuri, hanem hogy most valami mást szeretnénk, és hogy szükségünk van egy olyan új külső impulzusra, ami a zenekart kimozdítja abból, amit a Gyurival csináltunk már, hát majdnem, hogy 2,5 lemezen keresztül, és akkor jött a Weil Andris. Általa egyel bátrabban nyúltunk úgy a dalokhoz, hogy így el kellett pakolni a fiúkba mindazt, amit tudunk. Dúdolom, hogy rajtad, hogy hegedült, az a lélek,
amikor elkezdtük csinálni, akkor lementünk, vagy hát fölmentünk a Mátrába, a Gajatetői Alkotóházba, és ott íródtak az első dalok, és aztán utána még kétszer mentünk vissza, egyszer a többi számot megírni, és ott is vettük föl aztán végül. Úgyhogy most nem egy stúdiót választottunk, hanem igazából ezt a házat rendeztük be stúdiónak. Nagyon erős hangulat meg érzések voltak ott, amikor ezek a dalok megszülettek. Szerintem volt olyan, hogy majdnem mindenki elmorzsolt egy könycseppet, amikor kész lett a dal. És ezt ugyanezt éreztük akkor is, amikor vettük fel a dalokat. Voltak dalok, ami azt mondja, hogy nice tuti, nagyon jó lesz, ez nagyon blahás, és pont ez a lényeg, hogy mi az, hogy nagyon blahás, hogy ez majd biztosan jó lesz. A lemezfelvétel végre én azokat a dalokat szerettem meg, amit talán az elején nem is állt annyira közel hozzám, vagy teljesen tényleg egy más stílus volt, és annyira megjöttek a végére, és ezért is fontos, hogy egy új produceri látásmód jöjjön, mert mi se tudtuk, hogy ez mondjuk bennünk van. De tudom, hogy valahol ott van a nap. Nincsenek ezek a jól bevett ilyen receptek, amik ma tudjuk, hogy mondjuk ez biztos, hogy rádiókompatibilis, vagy mit tudom én, vannak ilyen szlogenek, amiket szoktunk mondani, vagy szoktak mondani, hanem Szaja által olyan dalszövegek, olyan mondani valók mutatkoztak meg, ami azt lehet mondani, azt hiszem, hogy több síkon mozog, amit a közönség csak üvölteni szeretne egy buliba, akkor az is működik, de ha valaki kicsit szeretne mélyebben belegondolni, akkor egy olyan mély tartalmat fedezhet fel, ami szerintem ma viszonylag ritka. Hogyha rétegelt egy szöveg, és valaki meghallgatja, és azt érzi, hogy érdemes még egyszer meghallgatni, mert van min elindulni, és hogy lehet magasabbra, vagy mélyebbre menni, mindegy, de hogy lehet belebújni a dalba, nekem ez nagyon fontos. De tudom, hogy valahol ott van a nap. Nekem az hatalmas tanulás volt, és tanulság, hogy hát, hogy képes vagyok rá, mert hogy én így ezt éreztem tőle. Mert hogy most, amióta van a zenekar, ez az első olyan lemez, amin lesz olyan dal, aminek én írtam a szövegét, és lesz olyan dal, aminek én írtam a szövegét, és én írtam a dalt is, amit persze aztán együtt csináltunk, meg közösen lett az, ami a végeredmény. Szóval ez olyan, igen, ilyen még egy kicsit zavarba ejtő. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként milyen érzés lesz ezeket játszani élőben. Hogy ténylegesen emlékszem arra, hogy egy-egy dalszöveg milyen szituációban született meg, és ezek általában érzelmileg nagyon intenzívek, mert hogy nagyon kivoltam. Én mindig, amikor szöveget írtam, nagyon kivoltam. Párkapcsolati trauma kellett ahhoz, hogy ez így kiváltódjon. Meg egy csomó olyan élettapasztalat jött ez idő alatt, ami szintén hozzátett ehhez. Az új lemez, az amikor például a Ne engedj még el című dalt csináltuk, én akkor éreztem azt, amikor először eljátszottuk jól együtt, hogy na ez most itt valami olyan történt, ami nem szokott mindig történni, és akkor ki is mentem egy fél percre a WC-re, hogy így összeszedjem magam, mert az tényleg olyan élmény volt, hogy ott valami történt. Az, hogy ez így megadatott, és olyan emberekkel, akiket ilyen régóta ismerek, hogy aki nincs itt, az nem is érti. Tudod, hogy ez milyen kapcsolat. Tehát szerintem csomószor egy külső ember ezt így nem is érzi. Hát, el is érzékenyültem kicsit. Soha nem értettem, hogy vajon mivel érdemeltem ezt ki, hogy én ennyire szerencsés vagyok, hogy ennyire könnyen dobott az élet elém ilyen lehetőségeket, mert az, és lehet mondani, hogy jó, de éltél vele. Hát, azon nem volt annyira nehéz élni, hogy oda jön a csávó a Koli folyosón, és azt mondja, hogy na gyere, ez így neked jó lesz. De tényleg. Aztán nyilván az már egy csomó munka, de az, hogy nekünk ez van, és hogy közben még ezzel embereknek örömet tudunk okozni, és vannak fülek, amik figyelnek arra, amit csinálunk, és még tetszik is nekik, ez hihetetlen. Tényleg. Ez durva. Nem tudok okot. Nem tudok dolgot mondani, amiért ne lennék hálás ennek az egésznek.
az egész időszaknak azt azért mindenképpen köszönhetjük, hogy rájöttünk, hogy mennyire fontos nekünk ez az egész, meg az, hogy enélkül mennyire nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Tehát amikor nem volt éppen próba, vagy alkotás, vagy valami, akkor én ültem otthon, és néztem a falat, mint mindenki más. És az borzasztó volt, úgyhogy szerintem felértékelődött bennünk ez a zenekar, meg ez a kapcsolat, ami köztünk van, és szerintem ez a dalokban is hallatszani fog. Meg én legalábbis azt hallom rajtuk, amikor hallgatom őket, hogy tényleg lejön az, hogy szeretjük ezt csinálni. És talán ez a legfontosabb.